Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A címvédő Videotonnál játssza első NV1-es meccsét a kisvárdai futballcsapat. Kecskeméten készül az ebédre az úszas válogatottal Fazekas Csaba. 5 új játékos csatlakozott a héten a Nyíregyháza Spartacus keretéhez. 6 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt országos bajnokságon. Bodnár Balázs képviselve nyíregyházi kosárlabdát a Hang Ádám nevével fémjelzett táborban. Július 21-én a bajnoki címvédő Videoton otthonában játssza fennállása első NV1-es mérkőzését a kisvárdai futballcsapat, amely új igazolásokkal is készül az élvonalra. Jelentős változáson megy keresztül a csapat. Elsősorban a lehetőség adta 10 külföldi játékosnak a megszerzését tűztük ki célul. Egyrészt, mert ők már tapasztaltabbak, tőlünk erősebb bajnokságban szereztek tapasztalatot az élvonalban, illetve olyan játékosokat kerestünk, akik az elmúlt időszakban folyamatosan pályára léptek, és azonnal bevethetőek. Másrészt pedig lényegesen olcsóbbak, mint az utóbbi időben megszerezhető magyar játékosok. A tavaly előtti év nagyon rosszat tett a piacnak. A magyar játékosok ára aránytalanul az egekbe szökött. Közel sincs olyan teljesítmény mögöttük, mint amilyen anyagi javadalmazást kérnének. Ezért választottuk ezt a részt már a tél után, a tavaszi szezonban. És természetesen hiányposztok is voltak, azért nagyon sok olyan játékosunk volt, aki az NB2-ben megfelelően tudott teljesíteni, az NB1-ben viszont más igények, kívánalmak vannak. És minden csapatra is behoztunk játékosokat, kezdtük a kapusposzttal, már ugye a tavaszi szezonban levesgettük, hogy Brazíliából nyilván azért mentem ki, hogy játékosokat fedezek fel, és az egyik ilyen új szerzemény volt a Filipe, aki nagyon sok brazil vonalbeli meccset, illetve Európában és Bajnokok Ligájában tudott szerepelni korábban. Reméljük, hogy segítségünk lesz, illetve a hátvéd csorba a korábban az Ukrajnában Nyetro Petrovba játszó Anderson Pikót már ott sikerült megtekintenem. Neki hosszabb pihenője volt, mert a Nyipro együttesen nem fizette ki a játékost, és egy hosszú, több mint fél éves procedúra után tudott csak újra csapatot találni magának, mert ugye a zürichi hatóság nem az egyik pillanatra a másikra dönt. Majd egy támadót is néztünk még ott, aki is itt van, ő a Sasa, tehát 3-as kontingens érkezett. A védelmet pedig azt a kelet szomszédainktól próbáltuk meg összeszedni. Ott vagyunk megfelelően fölvértezve kapcsolattal, illetve az a bajnokság lényegesen erősebb, mint a magyar, és az ottani stabil játékosok közül, megfizethető játékosok közül választottunk, mint a Temur Pártváné az Ogyesszától, a jelenleg a Sinder, aki korábban az Amkamperben, most a Tobolban és azelőtt a Sátyordonyatban játszott, a támadóposzton bevethető. Középpályára a Vereszlignyétől, aki a Felsőházban 6. helyzet volt, egy állandóan 34 meccsen pályára lépő középpályást, Roman Karascsukot sikerült leigazolnunk, velük biztosan nagyot erősítünk, és még egy ballábas játékost is hoztunk a középpályára, a Misisnek alternatívájaként, illetve versenytársaként a Vuk Mitoševicet. Ő korábban a Vojvodinában játszott együtt a Branával, és láttuk, hogy a Brana azért milyen teljesítményre képest, és ő is meggyőzött minket arról, hogy remek játékos. Tehát azt gondolom, hogy az a szellemiség, ami bennük van, az nagyon kell nekünk az élvonalba. Tehát ez 7 új játékos. Érkezik még hozzánk Görögországból Teodorosz Beliosz, egy belső védő, egy nagyon kemény görög belső védő. Vele szintén a Gabi is játszott kint. Meggyőzött minket orvosi vizsgálaton, illetve hónap egymás közti játékban szerepel. Bízom benne, hogy a védelmünkkel olyan stabilak tudunk lenni, hogy akár a 4 védős rendszerbe is vissza tudunk állni, az a célunk. És még keresünk a középpályára egy ilyen playmaker 10-es támadó középpályást, és akár még egy szélső hátvédet is el tudnánk képzelni. A régiek közül pedig azok, akik meghatározók voltak, maradtak, akik többé-kevésbé pályára léptek, de úgy ítéljük meg, hogy nem tudják ezt a szintet, és vagy lejárt a szerződésük. Nem ajánlottunk nekik új szerződést, de az is igaz, hogy több olyan ajánlatot kaptak a játékosok, amelyel mi nem tudtunk versenyezni, alacsonyabb osztályból, tehát még mindig vannak kimagasló bérek. Mindig vannak olyan csapatok, akik egy-egy szezonra megpróbálják magukat jó pozícióba hozni, és ezáltal jobb éreket ajánlanak nekik, őket természetesen elengedtük. Mit lehet tudni a felkészülés menetéről, végig hazai környezetben készül a csapat? A jelenlegi infrastruktúránk, illetve az időjárási helyzet lehetővé teszi, hogy itthon legyünk. Nem szükséges nekünk most, hallom, hogy most is több csapat
külföldi túrában, de elsősorban azért, mert nincs megfelelő pályájuk, nem tudják a két edzés közti étkezést tökéletesen megoldani, elsősorban budapestiekre gondolok. Nálunk minden adva van, itt van a szomszédban az új sportszálunk, tökéletesen tudunk regenerálódni, pihenni, sok pályánk van most már, a center pálya tökéletes a stadionban. Én azt gondolom, hogy ettől jobbat nem is lehet elképzelni, sőt, hát most már 4 olyan csapat jön profi első osztályból az igényével ide, hogy szeretnének edzőtáborba, itt van a termálfúrja, tulajdonképpen minden alkalmas arra, hogy ne csak hogy mi, hanem mások számára is lehetőséget biztosítsunk edzőtáborozásra, ezért itt hol fogunk készülni, megfelelő körülmények vannak a játékosoknak, ott tudnak család mellett pihenni, ettől ideálisabb is. Itt azért nem úgy van, mint Budapesten, hogy az egyik kerületből a másikba egy óra térek át, hanem gyalog bárhonnan a városból 10 perc alatt lejjenek a pályára. Mögöttünk a stadion most már tényleg majdnem kulcsra kész állapotban. Mikor foglalhatja el a csapat, mikor tudja benne játszani az első mérkőzését? A stadion szinte kész van. Csinosítások vannak, a kapuknak a behelyezése történik, a jegyértékesítés rendszernek a kialakítása ugye most a napokban fog megtörténni. Tehát tulajdonképpen rövidesen elindítjuk a jegyértékesítést, a bérleteknek, a klubkártyának az értékesítését. Ezután is szeretném kérni azokat a szimpatizánsokat, szurkolóinkat, és akik hát kíváncsiak a újoncra, hogy értsék majd meg, hogy most már azért ez egy más színvonal, másfajta produkciót szeretnénk, és másfajta körülmények között szeretnénk ezt a produkciót leadni. Tehát tulajdonképpen a indokolt egy áremelés az elsősorban annak szól, mert magasabb osztályban vagyunk, lehetséges, hogy lesznek majd ellenzőink, de nem egy drasztikus mértékű emelés ez a tavalyhoz képest, ugyanakkor a stadion, az infrastruktúra, a kiszolgálás mind-mind jelentős mértékű változást volt, tehát most egy Trabantból ülünk egy Mercedesbe, az mondhatom, ezért ezt meg kell most fizetni, és bízom benne, hogy a srácok is olyan teljesítményt tudnak majd nyújtani, amely a pénzükért megfelelően szolgáltatást nyújt a szurkolóinknak. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy akinek lehetősége van, az bármilyen kicsi, nagy támogatással segítse a csapatot, akár a klubkártya kiváltásával, akár a éves bérlet megszerzésével, de minél több mérkőzésen szeretnénk teltházat, megmutatva, hogy egy ilyen kis településen is lehet családi, baráti összefogással nagyon jó teljesítményt nyújtani, mert ennek az elmúlt 7-8 évnek ez az egyik hozadéka, hogy egy olyan családi hangulat alakult ki, amely évről évre jobb teljesítményre készítette a klubot, ezáltal a csapatot is, és hát a szurkolók is természetesen, meg a szimpatizánsok is megtanulhatták azt, hogy NB3-ból a kis könyöklő szurkolásból egy profi szintű csapatnak a részesei szurkolótáborai lehetnek. Az U20-as férfi kosárlabda válogatott eddigi 4 felkészülési meccsén egyaránt pályára lépett Fazekas Csaba. A keret hétfőtől Kecskeméten készül a szófiai B-csoportos Európa-bajnokságra. Mindenféleképpen tanulságos volt. Ugye volt 2 edzőmérkőzésünk a makedónokkal. Ott sikerült mind a 2 mérkőzést megnyernünk. Az egyiket 12 pont, a másikat pedig hosszabbítás után. Most hétvégén voltunk Berlinbe, ahol játszottunk a német válogatottal, ami azért már más kávéház volt, ugye kikaptunk mind a 2 mérkőzésen szoros végjátékban, de szerintem mindenképpen hasznos volt így az EB előtt ez a néhány felkészülési mérkőzés. Azt mondtad, hogy mindenképp szeretnél ott lenni a Európa-bajnokság utazó szűkebb keretben. Hát az a 29 pont, amit a macedónok elleni hosszabbítás meccsen dobták, gondolom nem rossz ajánló levél. Hogy ment azon a meccsen a játék, bár ez a 29 pont azt hiszem magáért beszél. Igen, hát örültem nagyon, hogy kijött ilyen jól a lépés nekem. Ugye 99-esként vagyok ebbe a keretbe, szóval egyértelműen le kell tennem nekem is valamit az asztalra, hanem többet, mint a 98-asoknak. Tényleg azon a meccsen elkaptam a fonalat, minden szinte jól kijött, de ez a 98-as korosztály nagyon erős. Örülök is, hogy egy ilyen korosztályban ott tudok lenni, mint játékos, és szerencsére jól is megértjük egymást a csapattársaimmal, és szerintem az EB-n is, hogyha ott leszek, akkor bízom benne, hogy egy jó eredményt el tudunk majd érni ezzel a kerettel. Hogy lehet azt kezelni, hogy ugye barátok vagytok, csapattársak vagytok, viszont még 18-as kerettel indult a felkészülés, bár egy-két hiányzó akadt érettségig miatt, viszont egy riválisok is vagytok, mert a 18 játékosból csak 12 utazhat majd Szófiába. Igen, hát most az érettségi miatt mindig változott a keret, ugye 18 volt a fix, és mindig 13-12 ember ment el az edzőmérkőzésekre, valamint a felkészülési táborokba. Hát igen, aki volt most az érettségi miatt, annak kicsit nehezebb felvenni a ritmus az edzéseken, ugye a taktikai dolgokat is mindig változtatjuk, és be kell rögződni az embereknek. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy a többiek hogy fogják ezt bírni.
aki ott volt eddig mindig az edzőtábor, annak nyilván előnye lesz ebben a szempontból. Neked mennyi előnyt jelent az, hogy azért, ha másodosztályban ide rendszeresen felnőtt bajnokságban szerepelsz, ugye Pór Péter a válogatott szövetségi edzője, aki Szolnokon bajnokságokat, kupákat nyert, tehát mennyire áll közelebb hozzád az esetleges felnőtt, metódus felnőtt taktika, mint a csak korosztályokban szereplőkhöz? Nagyon örülök, hogy itt B csoportban, Nyíregyházán nagyon sokat tudok játszani, és ez szerintem meg is látszik ott, mert vannak játékosok, akik lehet tét-szituációban nem tudnak olyan döntést hozni, és örülök, hogy azért valamennyi rutinnal már bele tudtam lendülni én is ebbe a játékszituációba. Kaptál két nap pihenőt, gondolom nem esett rosszul az első két hét, után hogyan néz ki a további program? Jól esett ez a két nap pihenő, ugye eléggé hosszú volt ez a berlini túra. Most Kecskeméten lesz a folytatás, ahol hétvégén fogunk játszani a lengyel válogatott ellen két edzőmérkőzést, majd következő héten pedig a belgák ellen. Utána pedig megindulunk Szófiába. Öt új játékos csatlakozott a héten a Nyíregyháza Spartakusz játékos keretéhez. A Spari szombaton Debrecenben játssza első felkészülési mérkőzését. Fagyas Tamás érkezett az MTK-tól a Jó Levente mögé második számú kapusnak. Igazából az volt a célunk, hogy 3-1 forma típusú kapusunk legyen, hogy a játék stílusunkon ne kelljen változtatni annak fenyében, hogyha esetleg más áll a kapuban, és nem a Levente. Nagyon örülünk az érkezésének. Jobb oldali védőben a Nagy Józsi érkezett, benne van 100 NB1-es mérkőzés, ugye játszott több szezont NB1-ben, illetve jutott fel már NB2-ből, most legutóbb Pécsen szerepelt. Egy nagyon határozott, jó mentalitású srác, jól lép a játékba jobb oldalon. Nagy segítségünkre lesz, aki még érkezett, a Gulyás Máté Vácról. Egy rendkívül határozott, agresszív labdaszerző középpályás, és mindemellett még a támadásokat is jól segíti, illetve ha kell, akkor akár baloldali védőként is lehet használni. Illetve a negyedik érkezőnk a Gyurján Bence. Békés Csabáról érkezett, róla azt kell még tudni, hogy ugye Nyíregyháza nevelés, szélső támadóként vettetőbe, jó sebesség van benne, és nagyon jobb ballába van, és az utánpótlásunkból a Kulcsár Hunival kötöttünk még szerződést. Azt mondtam, hogy az első hét amolyan rávezető hét, miről szól a második hét? Most már belecsaptunk a munkába, ez látszik is, a srácokon azért meg vannak fogva, nyilván nehezebb, mert az időjárás függvényében is azért nehezebb a munka. Annyi, hogy a holnapi napon lesz egy felmérésünk, és a felmérés tükrében tudjuk még beállítani még precízebben a munkát a következő hetekben. A hétvégén már meccset is játszik a csapat Debrecenben. Edzőmeccs ide, edzőmeccs, egy pici pikantériája mindig van egy Debrecen Nyíregyháza meccsnek. Mi az elvárás a srácoktól ezen a mérkőzésen? Azt szeretném csak visszalátni, amivel az első két hétben foglalkoztunk taktikai szempontból. Nyilván fizikálisan annyi lesz a lényeg a mérkőzésnek, hogy mindenki 45 percet töltsön a pályán, és abban a maximumot adja ki magából. Különösebb elvárásom nincs, szeretnénk egy jó felkészülési mérkőzést játszani a Debrecennel, és megmutatni, hogy mit tudunk. Az új játékosok egyikeként pésültet el, hát a Székelyedet Nyíregyházára, milyen szempontok alapján választottad ezt a csapatot, és fogadtad el a nyíregyháziak ajánlatát? Nagyon megörültem, amikor ugye meghallottam, hogy a Nyíregyháza megkeres Bozsik Józsi személyében fölhívott, amikor ugye, hát sajnos ugye Pécsen nem sikerült a feljutás. Ugye a végén azért 2x-el lemaradtunk a dobogó első helyéről, és akkor nagyon örültem, hogy így Nyíregyházára tudtam jönni. Mindig is egy nagyon jó közegnek és egy nagyon jó múltú klubnak tartottam, és azért itt azért mindig benne volt a levegőben az is, hogy azért a feljutás szerint itt azért mindig megcsapta itt a csapatnak a légkörét. Nagyon bízom abban is, hogy most is azért meg lehet a feljutás. Igaz, hogy ahogy látom, most új szakmai stáb, fiatalos lendülettel, minden, eddig két edzésen vettem részt, de élvezetesek, nagyon jó edzések vannak, nagyon profi körülmények között. Nagyon bízom benne, hogy sikeresen fogjuk venni ezt a következő évet. Egy rövid bemutatkozást kérnék, hogy a szurkolókat az ékébe helyezzük, mit kell tudni rólad? 88-as születésű vagyok, jobb oldali védőként, belső védőként és középpályásként is azért szoktam játszani, néha-néha, de inkább amit én a legjobban szeretek, az a jobb hátvédő pozíció, úgyhogy kíváncsian várom, hogy az edzőstáb az hol fog számítani rám. Gondolom azért a magyar futballt ismerve vannak ismerősök a csapatban, a keretben. Igen, nagyon sok ismerő. Van olyan, akit Pécsről is ismerek, meg így azért korosztályon beliek is vannak.
úgyhogy meg még amikor még ugye NB1 volt a Pécs is, meg a Nyíregyháza is, ugye sajnos amikor kizártak ugye mind a kettőnket, akkor is abból a csapatból is azért nagyon sok mindenkit ismerek, és akkor hát nagyon remélem, hogy mi hamarabb vissza tudunk kerülni az első osztályból a Nyíregyházával. Az elmúlt hétvégén Szegeden 7. alkalommal rendezték meg a kapus háborút, ami a hírek szerint már nagyon komoly rendezvényén ütte ki magát, és lehet azt mondani, hogy szinte teljes nyíregyházi siker született, hiszen két első helyezéset értetek haza Tisza partjáról. Igen, Szegeden immáron 7. alkalommal rendezte meg Bagdi Feri kapusedző kollégáma ezt a rendezvényt. 148 kapus regisztrált erre a kapusháborúra. 5 kategória volt, a nyílt kategória, a plusz 35, U13, U14, illetve a hölgyek is versenyeztek. A nyílt kategóriát Nagy Máté, aki most került fel az utánpótlás csapattól a felnőtt csapat keretébe, nyerte. A plusz 35-ben nekem sikerült az első helyen végeznem, megelőztem Szabó Attilát, ugye, aki a Kisvárdának a kapusedzője. Az U13-as korosztályban Szondi Levente, aki szintén a Bozsik Akadémiának a kapusa lett 3., én meg kell még említenem két utánpótláskorú labdarúgót, aki a nyílt kategóriába játszott, az egyik a Talián Laci, aki a legjobb 6 közéjutásért esett ki, illetve a Pór László, aki az U17-nek a kapusa, ő pedig a legjobb 32 közé beverekedte magát, nagyon szép teljesítmény nyújtottak, nagyon büszkék vagyunk mindegyik kapusukra. Egy kicsit helyezzük képbe azokat, akik esetleg nem tudják, hogy mi is ez a kapus háború, hogy kell elképzelni. Igazából itt egymástól 22 méterre van két nagyméretű kapu. Az ötösről, tehát 17 méterről kell egymásnak lőni. 5 gólig vagy 5 percig tart a játék. Veszélye is van ennek a lövésnek, amennyiben úgy megy mellé vagy fölé, hogy kapus kapufa nem ér hozzá, akkor büntetővel jön az ellenfél. Egy nagyon dinamikus, nagyon pörgős játék, és hát mint a kapusok körében elterjedt, nagyon élvezetes is, mert imádják a kapusok. Annyi újdonság volt idén, hogy mezőnyjátékosok is elindultak, ugyanis hát jól rúgnak, tehát nekik azért 17 méterről tekergetni már-már zicser. A védése voltak problémáik, de ők is elég szépen szerepeltek. Van egy olyan mondás, hogy védj egy jó kapus, sőt, hát egy csapat esetében nem is biztos, hogy elég egy jó kapus. Most a felkészülés kezdetén vagyunk, még milyen kapusai lesznek a következő szezonban a Szpadinak? Én azt gondolom, hogy nekünk jelen pillanatban 4 jó kapusunk van. Ugye a Jova Levente, én úgy gondolom, hogy a magyar mezőny egyik kiemelkedő kapuvédője. Mellette most igazoltuk az MTK-tól a 22 éves Fagyas Tamást, aki szintén egy nagyon jó képességű, nagyon iskolázott kapus. Emellett a Nagy Máté ugye fölkerült az U19-es korosztálytól, most öregedett ki az utánpótlás csapattól. Ő is nagyon jó képességekkel rendelkezik, illetve hát nem feledkezünk el Fülöp Gergőről, aki az elmúlt évben igazolt a felnőtt csapathoz. Ő is jó képességekkel megáldott, úgyhogy nehéz helyzetben leszek, amikor ki kell jelölnöm azt a hármat, aki velünk folytatja az őszi szezonban ezt a kapuskodást. De én azt gondolom, hogy az egészséges versenyszellem bennük van, és ez előre fogja vinni a csapatot. Javában az zajlik a világbajnokság, gondolom szakszemmel figyeled a kapusokat, lehet-e ezen a poszton még valami újat bevinni a játékba? Én azt gondolom, hogy az elmúlt években ugye a lába való játék az nagyon sokat fejlődött a kapusoknál. Manapság már mezőnyjátékos szinten kell, hogy rúgjanak a kapuvédők. Amit statisztikákat szoktunk csinálni kapusedző kollégákkal, miből születik a legtöbb gól. Jelen pillanatban oldalról belőtt labdák azok, amik a góloknak a legalább a 70%-át kiteszik. Úgyhogy ezeknek a tökéletesítése, illetve ezekre való kijövetel, helyes pozíció felvételnek a tökéletesítése a legfontosabb feladatunk nekünk kapusedzőknek, ebben tudunk még javulni nagyon sokat. Két arany, két ezüst és két bronzérmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt országos bajnokságon. A diszkoszvető Szikszai Róbert és a magasugró Bakosi Péter a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ebben az évben nem ő volt a ranglista vezető, a Budapest bajnokságon kikapott végül is, az Agárdi Péter a honvéd versenyző 215 cm-re nyert azt a versenyt, ahol Peti csak 2.08-at ugrott. De az előzmények az, hogy Péter egész májusban idegbecsípődés volt a derekában, és nem nagyon tudtunk készülni. Igazából nem tudtuk a nekifutását és a technikáját javítani. Ráadásul még az egyetemen komoly vizsgák előtt állt, úgyhogy ez az eléggé leterhelte. De abba egyeztünk meg, hogy a Gyulai memoriára próbál felkészülni, és előtt a magyar bajnokság az egy felkészülési állomás lesz. De ismerve Péternek a versenyzői kvalitását, én biztos voltam abban, hogy ha nincs is olyan állapotban, de össze fogja tudni úgy szedni magát, hogy meg tudja védeni a bajnoki címét.
Ez sikerült is. Mennyire volt meglepő Leveleki Bence bronzérma felnőttek között? A Bence az előzetes eredmények alapján érremesélyes volt. Sajnos gyenge a magyar hármasugró mezőny. Én azt gondoltam, hogy Bence ugrik 15 méter fölött, de ő is egy olyan napot fogott ki, amikor nem igazán volt olyan nagyon jó állapotban, de ő is nagyon jó versenyző, és az utolsó ugrásra végül is felugrotta magát a dobogóra, és még meg is javította az egyéni legjobbját egy centivel, tehát azt gondolom, hogy ő mindent megtett azért, hogy a felnőttek között is jól szerepeljen. Visszatérve Péterre, 2-26 a Berlini EB kvalifikációs szintje, mennyi verseny, mennyi esély van még arra, hogy ezt elérje? Hát Péter szeretne mindenképpen ott lenni az Európa-bajnokságon. A következő hét ugye a Gyulai Memorial, ott nagyon komoly ellenfelekkel tud versenyezni. Úgy van megállapítva a magasságemelés, hogy az benne legyen az Európa-bajnokságra a 2-26-os nevezési szint. Péter mindenképpen meg szeretné csinálni ezt a szintet. Van rá esélye, mert egész július végéig lehet szintet teljesíteni, tehát ami azt jelenti, hogy 3-4 verseny legalább még lesz Péternek, ami alatt ezt a nevezési szintet tudja teljesíteni. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi fizikai állapota alkalmas rá, vannak technikai hibák, amit ha ki tud javítani, akkor meg tudja ugrani ezt a 226 cm-t. Jó előjelek után két ausztriai nemzetközi versenyen szerzett ezüstérmet követően indult el a magyar bajnokságon, ahol először sikerült legyőzni az itthon 1-0-alkalommal számító Kővágó Zoltánt. Számítottál erre? Hát arra, hogy megvan, nem arra nem, viszont erre 62 méteres dobására mindenféleképpen szerettem volna. Elég stabilan dobtam, minden a dobásom érvényes lett, 60 méter fölött volt a nagy része. Ő nem dobott magához képest jól, de ugye a magyar bajnokságot az helyezésre játszák, úgyhogy az elsőnek nem felképpen örülünk. Mekkora önbizalmat adnak ezek az eredmények, amelyeket az elmúlt versenyeken értél, hiszen most már jó ideje, viszonylag stabilan dobsz? Hát ez volt a lényeg, amit szerettünk is volna elérni, hogy külföldön versenyezek sokat, olyan mezőnyben, ahol ami várható majd az EB-n is, meg a nagyobb versenyeken, és így már ott is úgy tudok neki állni a versenynek, hogy nem izgulom, viszont tudom, hogy már velük versenyeztem sokszor is. Maga biztosan dobni ott is. Most viszont a Gyulai emlékverseny egy olyan mezőny lesz, amelyben a legutóbbi olimpiai első 8 helyzetjéből 7 ott lesz. Egy ilyen mezőnyben hogy érzed majd magad és mit vársz magadtól? Hogyha már 6-ot tudok dobni, az azt jelenti, hogy 8-ba kerülök, annak ma nagyon örülnék, mert ha jól tudom, 12-en leszünk, hogy oda is 4 embert kell megvenni. Egy ilyen 62-63 méteres dobásnak nagyon örülnék, de hétvégén nem találtam a maga a versenyt, egy dobás se, úgyhogy én úgy gondolom, hogy benne van akár az egyéni csúcs is. Az EB számod az év főverseny, addig hogy néz ki a program? Ugye most tudok a gyulai verseny, utána még valószínűleg egy-két nemzetközi versenyt a menedzserem fog intézni, utána még itthon indulok egy versenyen, és utána már csak az Európa-bajnokságon. Tehát még egy 3-4 verseny lesz az EB-ig. A dobószakág egy arany és egy ezüstéremmel járult hozzá a nyíregyházi éremterméshez. Melyik a várt és melyik a várakozás fölötti esetleg? Így van, tehát ugye egyértelmű, hogy a várakozás felett az aranyérem, hiszen előtte nem bíztam, hogy lesz ilyen. Úgy alakult a dolog, hogy sikerült egy nagy skalpot szereznünk, ugye Kővágó Zoltán, aki olimpiai ezüstérmes és a nemzetközi mezőnyben igen előkelő helyet foglal el, sikerült legyőznünk. Kerekes dolog, ezüstérmes szerzett, ez mennyire felett meg a várakozásoknak? Mivel ott is egy nagyon nagy világklasszis versenyzőnk van, a Márton Anita, ez volt az elvárás. Egy kicsit szerettünk volna, hogyha a méter egy kicsit többre sikerül, de most így sikeredett. A helyezés az természetesen ez volt az elvárható is, ami sikerült is. Hogyan szerepeltek a többiek? Kápár János nagyon jól dobott, negyedik helyezett lett. Azt tudni kell, hogy a férfi diszkoszvetés az igen komoly eredményekkel rendelkezik, tehát önmagához képest nagyon jól dobott. Zsigakinga ötödik lett, Kerekes László ötödik lett, Tucsavarika hatodik lett, és Tóth Balázs 11. lett. Ők hozták azt az eredményt, ami várható volt tőlük. Tehát semmilyen extra nem történt, de nem történt negatív dolog sem. Milyen versenyek várnak még a szezon hátralévő részében nyíregyházi dobókra? Közel jövőben lesz a Gyula emlékverseny, ahol bízunk benne, hogy Szikszé Robert egy újabb jó eredménnyel fog előrukolni, habár azt tudni kell, hogy a világranglista első 5 helyzetje részt fog venni, tehát nem lesz egy könnyű dolog, de bízom abban, hogy ezek a versenyzők egy kicsit felpörgetik Robit, és egy nagyon jó méterben kifejezhető eredményt fog elérni, illetve Kerekes Dóra, a ifjúsági Európa bajnokság, ami Győrben lesz, annak lesz egy próbaversenye, ott veszünk részt jövő héten szerdán. Aztán
maradnak már a szuperligák, illetve hát a főverseny, ugye természetesen az Európa-bajnokság, a Berlinben. Ott bízok egy nagyon jó szereplésben, ami egy döntős helyezésben szeretném, hogyha realizálódna. Az U16-os csapatban szereplő Bodnár Balázs képviseli a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémiát a Hang Ádám nevével fémjelzett budapesti edzőtáborban. A Kékcápák is szerveznek egy képzőtábort, július második felében várják majd a fiatalokat a Continental Arénába. Ezt a tábort Budapesten rendezik, és azt hiszem, hogy harmadszor rendezik meg, és természetesen, mivel Hang Ádám nevével van fémjelezve, azért olyan színvonalúra is tervezik ezt a tábort, hogy ez méltó legyen az ő nevéhez. Ugye az ő sérülése és műtéte miatt nem tudom, hogy milyen szerepet tud vállalni ő ebben a táborban, de mindenféleképpen egy nagyon rangos tábor, hiszen az akadémiákról kellett akreditálni játékosokat, és nagyon örülök annak, hogy Nyíregyházáról Bodnár Balázs személyében lesz résztvevője ennek a hangatábornak, és bízom benne, hogy jól fogja érezni magát. Miért pont ráesett a választás? Az U16-os csapatban úgy gondolom, hogy meghatározó és jó teljesítményt nyújtott, ráadásul olyan motivált játékosról beszélünk, akinek a motivációjával mindenkinek rendelkezni kellene, az lenne az igazi, hogyha ilyen játékosok tudnánk dolgozni, és bízom benne, hogy az ő további fejlődésében is nagyon nagy lendületet fog majd jelenteni egy ilyen részvétel. Itt Nyíregyházan is lesz egy képzőtábor, ugye ti rendezitek, mikor lesz és kiket vártok? Július 23-án fog kezdődni, és alapvetően az előző évhez hasonlóan szinte mindenkit várunk, aki szeretne egy picit belelátni abba, hogy hogyan dolgozik a felnőtt csapatunk. Lesznek itt a felnőtt csapat játékosaiból is néhányan, akik segítenek majd a gyerekek irányításában vagy képzésében. Aztán új edzők is be fognak kapcsolódni. Lekli Józsit mindenképpen szeretném, hogyha a Nyíregyházi Sportcentrum és az Élsport Kft-n belül ugye a Blue Sharks munkájába is bekapcsolódna. Úgy gondolom, hogy nagy segítségünkre lesz. Mindenféleképpen szeretnénk előrelépni, hiszen ha a sportcentrum továbbra is akadémia, akkor ennek a rangnak szeretnénk megfelelni. Ugye itt az akadémiai akkreditáció folyamatánál szükséges volt még esetlegesen egy külföldi edző bekapcsolása a munkába, vagy egy olyan szaktekintély, aki már elég komoly sikereket ért el a magyar kosárlabdázásban. Ez még kérdéses, szeretném megtalálni azt a szemét, aki a legalkalmasabb. Nem könnyű ezt megtalálni, és ezen dolgozunk, hogy esetlegesen valaki még bekapcsolódjon, de ha így lesz, akkor ő is figyelni fogja a gyerekeket. A nyári szünet, a játékos mozgások időszaka is, a NB1-B csapatoknál több helyen jelentettek be igazolásokat. Ezen a téren mi a helyzet? Mi is dolgozunk azon, hogy erősödjön a csapatunk. Egy-két dolgot azért úgy gondolom, hogy el lehet mondani. Nagy Krisztián sajnos nem fogja nálunk folytatni a továbbiakban. Nagyon örültem neki, hogy ő a csapatunk tagja volt, és nagyon fog hiányozni az öltözőből, illetve a pályáról is. Sok sikert kívánok neki. Nem tudom, hogy fog-e kosárlabdázni vagy sem, de szerintem kár lenne még elpazarolnia ezt a néhány évet, amit ő még a kosárlabdapályán tud tölteni, de azt is megértem, hogy az élete úgy alakult, hogy elhagyott minket. Viszont szeretném, hogyha legalább két játékossal meg tudnánk erősíteni a csapatunkat, annak érdekében, hogy ott tudjunk lenni a legjobbak között, és jó mérkőzéseket lássanak Nyíregyházán azok a kosárlabdát szerető szurkolók, akik az egész évben is mellettünk álltak, és remélem, hogy a továbbiakban is mellettünk fognak állni, és jó mérkőzéseket láthatnak majd nálunk itt a Continental Arénában. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!